Hol ó az a pesti éjszaka? Avagy Edgar Allan Poe rémálma a budapesti látogatásakor. Egyszer egy hűs péntek este indultunk a szimpla kertbe. Könnyű jazzre vágyott lelkünk, míg a korsó körbe jár. Azt hittük, a stressznek vége, s csöpnyi szesszel végre, végre tárt kapukkal vár a hétker legszínesebb bárjatán. Tárt kapukkal vár a világ egyik legjobb bárja már. Ám sötéten zárva állt. Nem értettük, mi történik, minden kihalt, alig fénylik. Nem világít, csak az enyhe álmosító holdsugár. Bosszankodtunk. Lehetséges. Nyugalom, csak ne légy mérges, a Kazimír nyitva vár. Nyugalom, csak csöndben kérlek, a Kazimír nyitva áll. Fél egy van és zárva vár. Értetlenül álltunk némán, közben a sétáló utcán autók húztak el mellettünk. Ellentmondás, nem, de bár. Gondoltuk, hogy még egy kanyar beleférhet. Hát, ha hamar ott lesz a Mikativador péntek, akkor fánk, király! Át is vágtunk a Dob utcán, ám egy srác intett megállt. A Mikai zárva vár. Annyit mondott, néhány hete új rendelet furcsa szele csapta meg a kerületet, s éjfél lett az új határ. Azóta a remek környék kihalt lett, és semmi pörgés. Tönkrement a legtöbb bár, és unalmas itt minden áll. Meghozták a rendeletet, és azóta minden áll. Sorry, no more party time. Hihetetlen, nem is értem. Közben a srác a sötétben eltűnt, mi meg tétlen álltunk, furcsa csönd szakadt le ránk. Hiányzott a zene, mozgás, nem is értem nyelvű zsongás, s hogy felnevetsz, pezsgőbontás, pizzásnál a szőke lány. Semmi sem lehet ijesztő, mint ha Pest kihaltanál. Sorry, no more party time. Aztán hirtelen egy lökés, friss női hang és nevetés ütötte meg a fülemet. Éreztem, hogy tiszta, lágy. Hallod, Edgar, ne aludj el. Ez a szimpla, a legjobb hely. És mi lesz a Kazimírrel? Dobon túl a Mika vár. Rám röpült egy szörnyű álom. Szerencsére tovaszállt. S vissza nem tér. Soha.